A holokauszt áldozataira emlékeztek ma itthon is, mert hogy ma van a Nemzetközi Emléknap. A II. Világháborúban a becslések szerint mintegy 6 millió zsidó halt meg koncentrációs táborokban, közülük csak nem minden tizedik magyarországi zsidó volt. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, nem csak elfeledni nem szabad, hogy voltak gyilkosok, de meg is kell nevezni őket. Az Adolf Hitler vezette náci Németország a II. Világháború alatt származása miatt mintegy 6 millió embert hurcolt el otthonából és mészárolt le koncentrációs táborokban. Köztük mintegy 600 ezer magyar zsidót. 77 évvel ezelőtt ezen a napon szabadult fel Auschwitz-Birkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor. Ennek emlékére az ENSZ közgyűlése január 27-ét a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapjává nyilvánította. Országszerte megemlékezéseket tartottak. Budapesten a holokauszt emlékközpontban Kovács Tamás, az intézmény igazgatója beszédében a túlélőkhöz fordult. Mondják el, hova vezet a gyűlöletkeltés, a kirekesztés, az antiszemitizmus. Félek, napjainkban a világnak soha nem látott szüksége van most a hiteles szemtanúkra. A másik kérés, hogy mutassanak nekünk a háború után született szerencséseknek példát, hogyan kell felállni, hogyan kell újrakezdeni az életet, akár azzal a tudattal, hogy a családomat elpusztították. Akiket a vészkorszak idején üldöztek, megkínoztak és meggyilkoltak zsidóságuk miatt, hozzánk tartoztak, a magyar nemzet részei voltak és nagyon sokat tettek hozzá Magyarország életéhez, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében. Becsüljük meg mindazokat, akik megjárták a halál árnyékának völgyét. Gulyás Gergely kiemelte, büszke arra, hogy Magyarország ma a zsidó közösség számára Európa egyik legbiztonságosabb helyének számít. A kormány nemzetközi szintéren is kiáll az antiszemitizmus valamennyi megjelenési formája ellen. Fontosnak tartjuk az emlékezést, emlékezni és emlékeztetni kell, hogy mindazt ne lehessen soha elfeledni, ami a 20. század első felében magyar polgárokkal, Magyarország zsidó polgáraival megtörténhetett. 1944 tavaszán és nyarán a vidéken élő magyarországi zsidókat gettókba zárták, majd rövid idő alatt deportálták. Túlnyomó többségüket Auschwitzba szállították, ahol mintegy 80%-ukra azonnali halál, a többiekre iszonyú szenvedés és későbbi kínhalál várt. A gettósítás folyamatát, a magyar közigazgatás ebben játszott szerepét, a folyamat embertelenségét mutatja be a Holokauszt Emlékközpont most nyíló új, idéglenes kiállítása, a vidéki gettók, nem marad itt közülük hírmondó sem, címmel. Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán emlékezett meg a holokauszt áldozatairól.